A Szerencsi 2-es számú általános iskolában 1963-64-es tanévben végzett 8. A osztályfőnök Hudák Pálné és 8. B osztályfőnök Puskás Károly osztályának diákai tartották 50 esztendős találkozójukat augusztus 17-én délután a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában. Fürkésző és csodálkozó tekintetek, örömkönnyek és hosszúra nyúlt ölelések jellemezték az 50 éves jubileumi osztálytalálkozót. Farkas Lászlóné Marika köszöntötte az egykori osztály és évfolyamtársait, majd beszédében kiemelte, hogy az első iskola évek gyorsan tovaszáltak, hiszen csak azt vették észre, hogy teltek, múltak az évek, alsó tagozatos kisdobosból felső tagozatos úttörők lettek. Az üdvözlő gondolatokban az is elhangzott, hogy sok játék, verseny, móka és kacagás köthető ehhez a 8 esztendőhöz, sőt, ez idő alatt életre szóló barátságok is kötődtek az iskola falai között. Farkas Lászlóné köszönetet mondott Zemlényi és Réti házaspárnak, Bojtor, Búza, Stajz, Hegymegi, Kis Olga, Roznyogi tanárnőnek és Csopák Ferenc igazgatónak, hogy elindította őket az élet rögös útján. Az egykori diákok az osztályteremben felidézték a szép emlékeket, diákcsínyeket, valamint a közös csalafintaságokat. Az öreg diákok emlékeztek azokra az osztálytársaikra is, akik már nem lehetnek közöttük, valamint azokra a tanáraikra, akik segítették és meghatározták az életük alakulását. Az egykori osztályteremben a jeles eseményen részt vett Hudák Pálné és Réti András nyugalmazott igazgató, akiknek sokat köszönhetnek a diákok. Találkozzunk 5-10 év múlva, mondták búcsúzóan résztvevők az osztálytalálkozó után, majd társaság az egyik helyi étteremben folytatta az emlékezést az 50 évvel ezelőtti eseményekre.